Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért nem beszél veled, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, és a díjam 3500 forint, ha ezt a jóslást asztrológiával együtt kéred, akkor a díjam 9000 forint. Én a védikus vagy indiai asztrológiával dolgozom. Itt ez a kép jelenti azt, hogy mit akar közölni veled. Itt látható ez a kehely, ez az övé, és jelenti az ő érzelmeit. Tehát ő szeret téged, szeretne érzelmekkel közeledni hozzád, érzelmekről beszélni, megvan nála ez az intuíció, ez a belső forrás, és itt látható a víz, és a víz eleme utal az érzelmekre egy szép környezetben, hiszen ha ezt ő mondaná, akkor itt kivirágozna valami. De miért nem beszél erről? Itt újra a kelyhek láthatóak. Tehát itt mély érzelmekről van szó, ő ezt tudja is, de itt a 9-es szám van. És a 9-es szám az olyan, mint egy kerítés. Elmegy eddig a kerítésig, és nincs tovább. Mert nem meri kimondani azt, amit érez. Lehet, hogy attól fél, hogy te építed fel ezt a kerítést, és nem tud közeledni hozzád. Most megnézzük az ő gondolatait. Itt az érmékről van szó, az lehet az anyagi helyzet, vagy a munkahelye. De ezek az érmék jelentik a belső értékeket is. És itt vannak emlékek a gyermekkorból, tehát nem kapta meg a megbecsülést. Nem bízik magában, vannak félelmei. Az is lehet, hogy fél attól, hogy elutasítod őt, elveszít téged, és akkor itt olyan igazságtalanságok történnek, mint ahogy a gyermekkorában is így volt. Tehát vannak nála ezek a fájdalmas emlékek. És bepillantunk az ő érzelmi világába, itt van a szerelem, ő szeret téged, vagy szerelmes beléd, de nem beszél ezekről az érzelmekről. És miért nem beszél így? Itt látható az egész év, a 4 évszak, az azt jelenti, hogy 1 éven belül nyilatkozni fog. Légy még kicsit türelmes vele. Mi köt össze benneteket? Ő most hátat fordít, holott ott vagy mögötte, de ő keresi veled együtt a jövőt, ki akarja ezt építeni, hiszen ő saját maga tekint egy új irányba, változásokról van itt szó, de neki fontos, hogy ott légy a háttérben, ott légy mellette, és kövesd őt. Hogy gondolkodj el az események felett? Itt tulajdonképpen minden rendben van, hiszen a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. Itt kiderül az igazság. Ő fordít a helyzeten és elmondja azt, hogy mit akar. Itt előre mennek a dolgok, és ez a gyermek jelenteti a gyermekeket, vagy egy kisbaba születését is, de azt is, hogy itt lesz egy új kezdet. Bízhatsz benne?
ez a torony összeomlik. Tehát történt valami a múltban, és így elveszítetted a bizalmadat. De ne beszélj erről, építsétek ki a jövőt. És ezt jelenti itt ez a korona. Tehát bíz benne, hogy megváltozik, hogy a jövőben minden jóra fordul. És mit kell ehhez tenned? Légy te itt ez a királynő. Légy magabiztos, foglald el a helyedet, vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el a félelmeidet. Itt meg lesz a könnyűség, és amit ez a kép még jelent, a kommunikáció. És te irányítod a dolgokat. Ne beszélj erről a toronyról, ami a múltat illeti, mert akkor visszahúzódik, hanem építsétek ki a jövőt, legyenek itt tervek. És most megnézzük a te érzelmeidet. Te gondolsz rám, és ő itt ül ezen a trónon, tehát elfoglalta a helyét. Elfoglalta a helyét a szívedben. És te úgy tekintesz rá, mint egy királyra, aki a tűz eleme felett uralkodik, és adja számodra a szív melegségét, megvan ez a közelség, megvan a bátorsága, a férfiassága, valami lelkesít téged. Azon kívül itt megvan a vonzalom részéről a testi kapcsolat, részedről a könnyűség és a kommunikáció. Mikor javul a helyzet? Itt láttuk azt, hogy egy éven belül, ez a kártya viszont a döntéseket jelenti. Amikor átteszed magadat a félelmeken, és könnyűséggel játszadozva tudsz vele beszélni, és tervezitek a közös jövőt, akkor már javulni fog a helyzet. Mondd azt meg, amit gondolsz róla, hogy tudod kifejezni magadat. Itt a kejhek utalnak az érzelmekre. Tehát ha érzelmekről van szó, akkor ezt mutasd ki. Itt megvannak az álmok, a vágyak, ezt kimutathatod, hiszen akkor örül neki. Itt kettőtök között megjelennek a kejhek, és azok utalnak az érzelmekre. Viszont, ha őt kritizálod, mert hibázott a múltban, akkor visszahúzódik, és ez a kép jelenti azt, hogy csalódásokhoz vezethet. Tehát nem beszél veled, vagy letilt téged. És most megnézzük a jövőt. Itt szerencse lesz, hiszen megjelenik ez a varázsló, és megvan köztetek ez a varázslatos vonzalom, és ez az energia, ez az egyhang nagyon szép és nagyon jó. Tehát koncentrálj a szerelemre, az érzelmekre, a vágyakra, az álmokra, hogy ő tanuljon tőled és nyitott legyen ezzel kapcsolatban, de ha ő hibázott a múltban, vagy neked ez fájt, mert nem beszélt veled, akkor inkább hallgass erről, hiszen elrontod a dolgokat, mert ha ezt megemlíted, akkor újra visszahúzódik. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!